Vanyúr Tibor ezredes urat köszöntöm, a Magyar Honvédség 6 kiegészítés központi nyilvántartó parancsnokságának parancsnokát gyakorló ruhába. Hogy nem a rendes ünnepi tiszti öltözetben jött? Ősz van, az ősz a honvédségnél a gyakorlatok ideje, úgyhogy most is több gyakorlat van, illetve hát ugye, ami nagyon fontos, hogy több mint 1400 önkéntes műveti tartalékos van bent kiképzésen, és most igazán a gyakorlatok ideje van náluk is. Tehát megkezdődött a kiképzésük ebben a pillanatban, és 1200-an vannak ebben a pillanatban. 1400-an. Igen. Tehát 1400 ember, akivel megkötötték a szerződést. Én sokszor beszélgettem, és mindig rajta kap a honvédelmi miniszter úr is, hogy én összekeverem, én csak általában tartalékosokról beszélek, de kétféle tartalékos van. Most vannak az úgynevezett, hát hogy mondjam önnek, hogy ne kapjak ki, az úgynevezett félprofik, tehát azok a típusú önkéntesek, akiket őrzésvédelemre, objektumvédelemre, stb. Be lehet osztani, és minthogyha ez az 1400 fő ebbe a kategóriába tartozna, ezt én jól tudom, vagy még mindig nem tudom. Egy picit pontosítanék azért ezeken az információkon. A szerződésünk 2000 védelmi tartalékossal, önkéntes védelmi tartalékossal van. Őket nem sértené meg az, hogy fél profik ők. Az ő feladatuk az őrzésvédelem békeidőben és a rendkívül jogrendben is. És most már közel 2000 önkéntes műveti tartalékossal van szerződésünk, akik a Magyar Honvédség sokkal szélesebb feladatkörébe bevonhatóak, mint az előbb említett védelmi tartalékosok, és ők közülük ebből a közel 2000-ből van most bent 1400 felkészítésen. Jó. A szerkesztők hölgyek, és most a fülemre súgták, hogy megint kérdezzem meg, hogy mire kellenek a tartalékosok. Ezt muszáj megkérdeznem, hát persze ezt tudjuk egyébként igazából. Így van, szerintem az elmúlt évek munkája egyre kevésbé generálja ezt a kérdést, hiszen most már egyértelmű szerintem mindenki részre, hogy haderő tartalékok nélkül nem létezhet, ezt honvédelmi miniszter úr ebben a műsorban is többször elmondta. Senki nem akarja elvinni a civilek közül, és a gyermeklelkű felnőtteken kívül, mint én vagyok, aki szívesen lennék magam is tartalékos, tervezem is, de ezt senki nem hiszi el, azt tudja. Tehát mindenki azt mondja, hogy béke van örök időkre. Minek kell ide tartalékos? Béke van, de a tartalékos, ennek az önkéntes tartalékos rendszernek éppen az a lényege a korábbi rendszerekkel ellentétben, hogy ők békében behívhatók, mint ahogy most is bent vannak, felkészülnek. Felkészülnek azokra a feladatokra, amit majd a rendkívül jogrendben hajtanak végre, és azt én úgy gondolom, hogy senki nem gondolja, vagy várja, hogy egy hadsereg akkor kezdjen el felkészülni, amikor már baj van. Tehát éppen az önkéntes tartalékos... Erre voltak híres példák, például az amerikai hadsereg a második világháborúban menet közben tanulták meg, hogy... Igen, de most ez szerintem egy óriási vívmány, hogy eljutottunk oda, hogy most már nem csak beszélünk az önkéntes tartalékosokról, itt vannak köztünk. Az elmúlt 20 évben nem volt ilyen mértékű tartalékos behívás, mint amit most a Magyar Honvédség végrehajtott. Akár létszámában, akár minőségében, hiszen akik most bent vannak, ők minőségi tartalékosok, volt katonák és rendvédelmi. Ezredes úr, tisztelettel hagyj kérdezzem és jelezzem azt, hogy ugye ennél nagyobb számról beszélt a miniszter úr, tehát több tartalékos a kívánatos. Érdeklődés nincs? Vagy ugye ennek vannak anyagi vetületei? Természetesen. Tehát vagy a pénzkeretek szűkössége, vagy az érdeklődés hiány az, amiért nehezebben mozdul el ez a... Mondjuk egy 5000 fölötti létszám az már egyértelmű siker, de valahol 2000 és 10000 között húzta meg, ha jól emlékszem, miniszter úr, a határvonalat. 8000 főben, 2014 évre kell ezt elérnünk. Én úgy gondolom, hogy már ez is siker, hiszen most azt mondhatjuk, hogy közel 4000 főnk van ugye a védelmi és a műveleti együtt, és évenként vannak meg azok a, hogy úgy mondjam, kvóták, keretszámok, amiket el kell érnünk. Az első évre meghatározottat hamarosan elérjük, még egyszer mondom, és ez amennyiben továbbra is azt látjuk, és most azt látszik, hogy mind a társadalom széles rétegeiben nagy az érdeklődés, a munkáltatókat, hisz többször volt az a kérdés, hogy mi lesz majd a munkáltatók, hogy viszonyulnak hozzá. Több száz munkáltatóval vettem fel a kapcsolatot, és kötöttem együttműködési megállapodást. A munkáltatók hozzáállása alapvetően pozitív. Sok munka van még, de én úgy gondolom, hogy az első időszakban mindenféleképpen sikert értünk el azzal, hogy ezt a létszámot, ezt a társadalmi elismertséget megkezdtük építeni, elkezdtük ezt kialakítani. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. És a csapatok is jók.
Tehát az emberek most már kezdenek összerázódni? Egyértelműen. Én tegnap is ott voltam közöttük, látni kell a szemünket, ott van benne az a katonás huncutság, ott van benne, hogy újra találkoztak régi kollégákkal, a puskaport szagoltak, az mindig jót tesz egy katonának, tehát pozitívak a tartalékosok élményeik, és én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban, hogyha ezt az ütemet és ezt a feladatot így tudjuk folytatni, akkor ez egy sikertörténet lehet. Hát rengeteg kérdésem lenne, hogy látnak-e fegyvert, hogy arra például lesz-e lehetőségük kiképezni őket, hogy van-e esélyük mondjuk egy rohamlövész, egy magyar ranger tanfolyamig eljutni. Erre magam is kíváncsi lennék, legközelebb beszéljünk erről, ezzel sok köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen a lehetőséget.